férfi gyermeknek adta ki magát, tehát fiatalnak adta ki magát, 13-15 évesnek, attól függően, hogy milyen fiatal, milyen gyermekkorúakat talált meg. A mi esetünkben a illetékességi területünkhöz tartozó gyermekkorú 10 éves volt abban az időben. Tehát megkereste ezt a 10 éves kislányt, és fiatal fiúnak adta ki magát, szerelmet vallott neki, és szerelembe estek, cseteltek. Majd ezt követően a fiú különböző felvételek készítésére kérte meg a lányt, először fényképfelvételeket, hogy a nemi szervéről készítsen fényképfelvételeket, hogy meztelenül készítsen felvételeket, majd pedig már videófelvételek készítését is kérte a fiatalkorútól, vagyis a gyermekkorútól, és a 10 éves kislány ezt megtette. Sajnos annyira naívak ezek a kislányok, tehát ők szerelmesek, ők nem gondolják, hogy ebből bármilyen problémájuk lehet, ők nem gondolják azt, hogy nem tudják elképzelni, hogy a másik oldalon egy idősebb férfi lehet, tehát ők azt gondolják, hogy valóban szerelmes lett beléjük valaki, hogy valóban egy ilyen kis románc kezdődik a fiúkkal, de ez nem így történt, ebben az esetben sem. Sőt, majd a férfi olyanokra is kérte a kislányt, hogy a barátnőjével közös felvételeket készítsen, csókolózzanak képernyő előtt, aminek már a kislány nem tett eleget. Ebben az esetben nem tudjuk, hogy meddig folytatódott volna ez a történet, ugyanis itt a férfit egy másik bűncselekmény során kutatásnál lefoglalt számítógépén kerültek elő ezek a felvételek, és beazonosították a sértetteket, és így jutottak el ehhez a kislányhoz, akit mi hallgattunk meg. A 10 éves kislány döbbenetes története sajnálatos módon nem egyedülálló. Egyre gyakrabban fordulnak elő gyermekpornográfiával kapcsolatos bűncselekmények szerte az országban, ezen belül pedig Miskolcon is. Az elkövetők sokszor a különböző közösségi oldalakon keresztül szemelik ki áldozataikat, többnyire kiskorú gyerekeket. Az elkövetők sok esetben böngésznek a különböző közösségi oldalakon, és a számukra megtetsző kislányokat találják meg, és így kezdenek rájuk írni, tehát így férkőznek a bizalmukba. Tehát egy profilkép, nem kell oda semmi más, csak egy aranyos kis arc, egy helyes kis pofi, és ráírnak az elkövetők, mert nekik ez tetszik. És innentől kezdődik az, hogy ott kell észnél lenni a szülőnek is akár, ott kell észnél lenni a gyermeknek és szólni a szülőnek. Én bűnmegelőzési főelőadóként előadásokat tartok, és nagyon sokszor szembesülök azzal, hogy teljesen ellenőrizetlenül hagyják a gyermekeket. Tehát leülnek otthon a számítógép elé, vagy telefonoznak, és fogalmuk sincs a szülőknek, hogy milyen weboldalakat keresnek meg a gyerekek, mit csinálnak az interneten. Tehát legelőször arra kellene figyelni a szülőknek, hogy milyen oldalakat látogatnak a gyerekek, kivel folytatnak beszélgetéseket. Felhívni a figyelmüket arra mindenképpen, hogy olyan személyeket ne jelöljenek vissza ezeken a közösségi oldalakon, akiket nem ismernek. Mert soha nem tudhatják, hogy ki van a másik oldalon. Nem tudhatják, hogy az valóban az-e, akinek kiadja magát. Ezeken a közösségi portálokon annyi mindent megosztanak magukról, hogy nagyon sok mindent ki lehet deríteni egy gyermekről. Hogy hol lakik, hova jár iskolába, szüleikről, tehát nagyon-nagyon sok információt megosztanak magukról. Ez nem helyes. Mindenképpen fontosnak tartom a szülőnek a kontrollját, tehát azt, hogy ellenőrizze a gyermeket. Teljesen mindegy, hogy ez a fiatalnak nem tetszik. Muszáj sajnos. 14 év alatt mindenképpen. Ellenőrizni kell a különböző közösségi oldalakon való részvételét, hogy milyen néven van, jelenik meg a gyermek. Mert van, amikor ők maguk találnak ki álneveket, és ezeken vannak fent, csak azért, hogy kipróbálhassák akár egy másik énjüket. Tehát mindenféleképpen ellenőrizni kell ezeket, hogy közösségi oldalakon hogy jelennek meg, felhívni a figyelmüket arra, hogy a közösségi oldalakat ne tegyék nyilvánossá semmiféleképpen, mert ez is sok veszélyt rejt magába. Figyeljenek arra, hogy a ismeretlen személyek, hogyha megjelölik őket, ne jelöljék vissza, csak is kizárólag ismerősöket jelöljenek vissza. Illetőleg minden más jellegű
messenger beszélgetéseket, a különböző megosztásaikat figyeljék. Tehát ezeknek van olyan módja, ahol ezeket simán vissza lehet ellenőrizni, tehát nincsenek semmilyen akadálya, technikailag sem olyan bonyolult dolog, de amennyiben szükséges, kérjenek ehhez segítséget, mert mindenféleképpen szükségesnek tartom, mert egyre sűrűbben fordul elő, hogy gyermekkorúak, fiatalkorúak sérelmére követnek el különböző internetes bűncselekményeket, internetes zaklatást, gyermekpornográfiát, tehát egyre több bűncselekmény valósul meg a fiatalkorúak részére. A szakember szerint korábban elsősorban a 14 és 18 év közötti gyerekek váltak hasonló esetek áldozatává, manapság azonban ez már sokkal fiatalabbakkal is megtörténik. Egyre fiatalabb korosztályt érint, egyre fiatalabb személyek azok, akik kíváncsiságból, mert tulajdonképpen ők még kíváncsiságból, illetve kihasználják őket is, és így tesznek eleget ezeknek a cselekményeknek. Ezekben az esetekben a gyermekpornográfia bűncselekmény elkövetésénél az áldozatok nem tudják, hogy ők áldozatok. Ők teljesen abban a hiszemben vannak, hogy ők ezzel csak a másiknak tesznek jót, a másik felé nyitnak, bemutatkoznak neki, szerelmesek lesznek, tehát ők ezzel nincsenek tisztában sajnos. Tehát ez a korosztály, a gyermekkorúak nincsenek, nem tudják felfogni ennek a jelentőségét, hogy ezt nem kellene megtenniük, mert ezzel bárki visszaélhet. Az elkövetők sokszor azt hiszik, ha nem fedik fel a nevüket és az arcukat, akkor nehezebben tudják beazonosítani őket. Ez azonban nem igaz. A Nemzeti Nyomozói Irodának van a kiberbűnözés elleni főosztálya, akik kifejezetten a pornográf felvételeket megszerző, tartó, illetve különböző ezzel kereskedő személyeket figyelik, és IP cím alapján teljes pontossággal meg tudják állapítani, hogy ez a személy kicsoda, hol tartózkodik, tehát már nálunk is magát a felvételeket feltöltő személyt is ugyanígy be tudják azonosítani, illetve a felvételt letöltő személyt is IP cím alapján pontos lakcímmel be tudják rögzíteni, hogy ki ő. Tehát nincsen már ennek akadálya. Külföldi jelzések is érkeznek, tehát vannak olyan külföldi csoportok is, ahol magyarországi elkövetők csatlakoznak. Tehát ahogy korábban mondtam, csoportokat hoznak létre, ahol ezeket a jellegű felvételeket, akinek sikerül ilyen felvételeket megszerezni, az feltölti ebbe a csoportba, és így bárki hozzáférhet, aki a csoport tagja. A gyermekpornográfia az egészen a megszerzéstől kezdve, tehát hogyha valaki bárhonnan más csatornából, vagy más bármilyen közösségi oldalról, vagy videómegosztóról letölt ilyen felvételeket, az már megvalósítja a gyermekpornográfia bűncselekményt. Tehát elég letöltés. Ha a számítógépén ezeket a felvételeket tárolja, akkor ezzel is megvalósítja a gyermekpornográfia bűncselekményét. Továbbá az pedig, hogyha készít ilyet, tehát ő maga készít ilyet, forgalomba hoz, vagy ezzel kereskedik, akkor pedig még súlyosabb bűncselekmény valósul meg ezzel. Azzal, hogyha megszerzi ezt a felvételt, illetve tartja, ez már 1-től 5 évig terjedő börtönbüntetés kiszabását rendeli el a törvény, ettől pedig már csak súlyosabb lehet, hogyha természetesen ezzel kereskedik, illetve súlyosabb bűncselekményeket valósít meg. Tehát az 1-től 5 évig ez a minimum büntetési tétele a gyermekpornográfia elkövetésének.